az autópálya arra való, hogy minél gyorsabban, biztonságosan, a szabályok betartásával eljussunk A-ból B-be. Ugye többféle járművel találkozunk az utakon, itt említettünk már az autókat, a kamionokat, a kis teherautókat, de ugye, ahogy bejött a jó idő, megjelentek a motorosok is az autópályákon. Ha látunk egy motorost, illetve motorral közlekedünk, mi az, amire oda kell figyelni? A motoron is nagyon fontos az, hogy ne abból induljon ki, hogy mióta elférünk ezen a kis lukon, tehát ugyanúgy meg kell várnunk, hogy lehúzódjanak előlünk, hogyha olyan a tempó. Hatványozottan fontos a követési távolságnak a betartása, tehát addig ne menjünk be, tehát autók között sehogy, tehát mozgó autók között sehogy, tehát az nem az előzési hely, az csak a szerencse faktornak a helye, tehát hogy nem előzünk. Olyan létezik, tehát hogyha előttünk haladó autó, látjuk azt, hogy észrevett minket, és indexel lehúzódik, meg mindent, tehát csak akkor előzzük meg, tehát a belső sávba is. Általában direkt nem szoktak betartani a motorosoknak. Ne menjünk kis köpcentis, kis teljesítményi motorral, tehát amivel biztonságban nem lehet fölgyorsítani 130-ig minimum. Abban én azt javaslom, hogy tényleg ne menjünk fel az autópályára, még akkor sem, hogyha elővárosban lakunk, és csak egy 105-125 köpcentis robogónk van, de olyan a teljesítménye, hogy nem tudja ezt a tempót tartani, akkor inkább akkor ezt dilitáljuk a programunkból. Meg legyünk felöltözve természetesen rendesen. Sajnos a Kressz ezt ilyen nagyon lazán szabályozza, hogy mi a motoros ruházat, de minden esetben protektoros zárt ruházat alul, fölül, főleg ha autópályán közlekedünk, eljelű bukósisak becsatolva és kesztyű. Mert a bogarak meg a kövek olyat tudnak ütni, hogy ilyetünk belengedjük a kormányt. Hangzik, amit kérdezni fogok, de hogy a Kresszben vannak-e olyan szabályok, amik mondjuk csak a motorosokra vonatkoznak? Ilyen volt például az öltözők szerintem, igen. Tehát egyébként nem, tehát a forgalom többi résztvevőjével kell együtt menniük, meg haladniuk. Nem használja ki a lyukat, ha terelésben megy, akkor nem előz úgy, hogy a szembe jövő sávba átmegy. Nem, ilyeneket nem lehet. Nem áll meg a lehajtósávon. Sem nem, a forgalmi sáv közepén. Nem, tehát a rendszámmal ellátott gépjármű, ami vonatkozik reszabály, vagy jogszabály, az ugyanúgy vonatkozik a motorkerékpárokra. Ha én megyek az autóval és látom, hogy közeledik egy motoros, mik azok a sarokpontok, amiket figyeljek, és tegyük fel, hogy a motoros most betartja a szabályokat. Korlátozottabban láthat hátra, tehát már visszapillantó tükrök meg mindent, tehát azért nem annyira közlékenyek általában a motorkerékpárokon, mint az autókon. Megtartsuk megfelelő oldaltávolságot, amikor elhaladunk mellettük, mert tehát itt már a széllökés is meg mindent, tehát bele tud vinni bizonytalanságot a motorban. És hogyha állunk a dugóban, igen, és én mondjuk tegyük fel, mi mindig motorral közlekedek, akkor én kihasználhatom-e, hogy középen a két álló sor között előre megyek? Ha álló autósor mellett mész el, igen, hogy ez megengedi a Kressz. De ha már ezzel a szembejövő sávba át kell menned, tehát most nem autópályáról beszélek, igen, ebben az esetben, vagy autópályás lezárásnál, amikor, igen, egy oldalra van terelve ugye a két irányú forgalom, igen, akkor nem hagyhatod el a saját sávodat. Tehát, hogyha az autók nem húzódnak le annyira, hogy te az adott forgalmi sávban az álló jármű mellett szépen lassan elhaladhass, akkor nem haladhatsz el, úgy, hogyha átmész már a szembe jövőbe. Tudom, hogy miért kérdezted ezeket a külön jogszabályokat, legalábbis van sejtésem, mert ugye nyár van, ilyenkor megindulnak a motorosok, és nem is egy-egy motoros, hanem van. Ugye most a közelmúltban is volt nálunk egy nagy motoros rendezvény, és ott előfordultak anomáliák, amit az ember hallott a híradásból is, meg már tőletek is. Tegyem hozzá mindenkinek a védelmébe azt, hogy ez egy extrém nagy létszámú motorkerékpárt jelentett, ami az országba bejött, tehát mondjuk olyan 25-30 ezer motorról. Tehát ugye a rossz esetek száma is a nagy számú törvény alapján, igen, nőni fog. De minden esetre egyébként is
nyáron általában nagy csapatokban közlekednek a motorosok. Én is, amiket szoktam vinni, túrákat vezetni, túrákat, ilyen 15-24 motorral megyünk, tehát az egy jelentős létszám. Amellett, hogy nagyon rendezett körülmények között komoly oktatást tartunk erről, mielőtt megindulunk, tehát hogy hogyan illik és szabad közlekedni. És általános probléma az, hogy benne van az emberben ez a úgynevezett csordaszellem. Tehát most így együtt vagyunk sokan, és akkor mindent lehet. Tehát sajnos ez egy ilyen van. Mi is sokszor a túrákon direkt félreállunk, úgyhogy mondom, hogy autópályán nem szoktam közlekedni, de országúton, vagy gyorsforgalmi úton igen. És van úgy, hogy a tervezett megállás helyett is félreállok, és akkor elmondom, hogy fiúk, attól, hogy mi barátok vagyunk, meg most együtt megyünk, meg minden, az nem jelenti azt, hogy a fizikát ez érdekli. Ha valakivel valami történik, hirtelen elveszi a gázt, mert előtte olyan szituáció van, mondom, akkor itt 20-an megyünk egymásba, ha nem tartjuk be a megfelelő követési távolságot. Biztos, hogy egy nagy fokú szabadságérzés az, hogy valaki a motoron ül, jó idő van, van egy kis menetszél, de őket is hazavárják, és ugye a többi közlekedőre is figyeljünk oda, hiszen ahogy beszéltük, ez egy társas játék. Így van, és hogyha tényleg valamiért dugulás van, és jön egy motoros csapat, és van rá lehetőség, hogy ők szabályosan elhaladjanak mellettünk, akár csak 20-szal is, akkor adjunk rá lehetőséget, mert képzeljük el a klímás autóból, hogy amikor talpig bőrbe, vasba föl vagyunk költözve, hogy süt ránk a rab, és ilyen külső hőmérséklet is 35 fok, tehát ott simán ilyenkor 80-at érez az ember, tehát akkor engedjük, hadd menjenek.